Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Saját kutyájukat kínozták meg, hetekig étlenszomjan hagyták az Akitát. Fogyasztói tudatosság a mindennapokban, diákokat oktatnak a felelős fogyasztói magatartásra. Naprakész ügyintézők, 30 kormányhivatali dolgozó végezte el a továbbképzést. Első baba a Paksi járásban, Kródi Flóra január 3-án született. Kegyetlenül megkínoszta a saját kutyáját egy pár Dombóváron. Az állatot közel 3 hétig hagyták étlen szomjan kikötve, végül egy gombát gyűjtő helyi talált rá. Az állatkínzó pár ügyében most született ítélet. Ilyen Akita fajtájú kutyát kínzott meg kegyetlenül a fiatal dombóvári pár. Az állatot nem gondozták megfelelően, ami ezért beteg lett. Orvoshoz viszont nem vitték. Ehelyett egy kietlen területen egyszerűen kikötötték egy 120 cm hosszú pórázzal, majd magára hagyták. Egy héttel később ismét felkeresték a területet, hallották is a kutyájuk ugatását, ám nem mentek oda hozzá. Az állat azóta már több mint 7 napja nem evett és nem ivott. A szenvedése végül több mint 2 hétig tartott, amíg egy gombágyűjtő helyi meg nem találta. A jószándékú segítő végül állatvédőköz vitte az addigra már a szomj és éhhalál szélén lebegő kutyát. Az állatkínzó gazdákat hamar elfogták a rendőrök, az ügyükben most született ítélet, a bíróság előtt mindent beismertek. A bíróság mindkét vádlottat egyaránt 312 óra közérdekű munkabüntetésre és a bűnügyi költségek viselésére kötelezte. Az ítélet jogerőre emelkedett, azt mindenki tudomásul vette. Az ügy érdekessége, hogy nemrégen szigorodott az állatvédelmi törvény, így a hasonló bűncselekményekért a jövőben már a mostaninál sokkal súlyosabb büntetés is kiszabható lesz. A minősített esetek, illetve az alapeset vonatkozásában is súlyosabb büntetések kiszabását tette lehetővé, illetve a visszaesők, többszörös visszaesők további súlyosabb büntetés kiszabásával sújthatók. Jelen ügy azonban még a törvény hatályba lépése előtt történt, így az akkor hatályban volt büntető törvénykönyv rendelkezései szerint szabta ki a büntetést a bíróság. A kutyáról egyébként úgy tudjuk, túlélte a kegyetlen kínzást, és már felépült. 9216 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.318.093 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 81, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.164 főre emelkedett. 2.647 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 249-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több, mint 6.299.000-en kaptak. Tolna megyében 122 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 27.723-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Élelmiszer ár stopról döntött a kormány, február 1-től 6 termékárát rögzítik a tavaly október 15-i szinten. Jelentette be a miniszterelnök szerdán kora este. Orbán Viktor a kormányülést követően közölte, az élelmiszerárak emelkedése miatt a kormány úgy döntött, hogy 6 termék, a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozik az árak alakulásába. A kormányfő hozzátette, ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a múlt év október 15-én állt, és ennek minden üzletben meg kell történnie. Magyarország védi a családokat, sikerült megfékeznünk a benzinár növekedést, bevezettünk egy kamatstoppot a jelzáloghitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikánk, vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát, ez megvédi őket. De közben más termékek, fontos termékek ára nő, ilyenek az élelmiszerek. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én áll. A Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképző iskolája elnyerte a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címét.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázat célja, hogy elismerjék azokat az intézményeket, amelyek felismerték, hogy a tudatosságra nevelés fontos, hiszen a jövő vállalkozóit nevelik, és a mindennapokban is használható tudást adnak át a diákok számára. A fenntartható fogyasztás elterjesztése nagyon fontos napjainkban. Az országban több olyan iskola is van, amik napi szinten tanítják a gyerekeket a tudatos fogyasztói magatartásra. A Tolna megyei szakképzési centrum Első István szakképzőiskolája tavalyi évben élt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázat lehetőségével, és részt vett a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elnyerésében, amit sikeresen meg is kaptak. Ezt mi azért tudtuk elnyerni, mert iskolánk a mindennapokban jól használható tudást ad át a tanulóknak a fogyasztói tudatosság témakörben, ami egy nagyon tág témakör, hiszen itt a tudatos vásárlástól kezdve a pénztudatosságig, a környezetvédelem és az egészségvédelem témákon keresztül valóban nagyon sok szegmenset érintünk. A tanulók a mindennapi gyakorlati tudást úgy szerzik meg, hogy a családjukban otthon is kamatoztatni tudják. Sárosdi Bernadett azt is elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a tanulóik tudását úgy gyarapítsák, hogy az ökológiai lábnyomukat csökkentsék. Mindez óriási kihívást, de számtalan lehetőséget is jelent és rejt. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyerekeink kompetenciáit fejlesszük, és őket olyan kihívások elé állítsuk, amiben sokszor maguk sem hisznek, ám a feladat látván és megtapasztalván a feladatokat óriási eredményeket érnek el, amit regionálisan és országosan is elismernek. A pályázatban megadott szempontok szerint kellett a tanulókat oktatni a fogyasztói tudatosságra. Ezek között szerepelt a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet kialakítása, környezetvédelmi ismeretek gyarapítása, vagy épp a helyi piacok látogatása és a helyi termékek vásárlásának előnyben részesítése. Már utalják és kézbesítik az első idei 5%-kal emelt nyugdíjat, közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár. Zsigó Róbert hozzátette, ez egy átlag nyugdíjnál havi 7800 forint többletet jelent. Az infláció követő nyugdíjemeléssel a kormány biztosítja a nyugdíjak vásárlóértékét. 2010-ben ezt vállaltuk, álltuk is a szavunkat, hiszen az elmúlt években több mint 10%-kal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke. Februárban pedig visszaadjuk a nyugdíjasoknak a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat. Mindezt a gazdaság jó teljesítménye a járvány ellenére is stabil gazdasági növekedés biztosítja. 2022 a nyugdíjasok számára is fontos év. Az időseknek is választaniuk kell, hogy haladunk-e tovább ezen az úton, és a jó gazdasági teljesítményből folyamatosan tudjuk növelni a támogatásukat. Egy új kormányrendelet szerint június 30-áig kaptak haladékot azok, akik még nem újították meg érvénytelen okmányaikat. A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben eddig folyamatosan kitolódott a hivatalos okmányok érvényességi ideje. Az országgyűlés azonban a tavalyi év végén úgy határozott, nincs több határidő hosszabbítás, június 30-áig mindenkinek meg kell újítania lejárt papírjait. Ez vonatkozik az autók műszaki engedélyére is. Sokan a veszélyhelyzetben is megújították lejárt engedélyüket, de szép számmal akadtak olyanok is, akiket nem zavart, hogy lejárt a műszakiuk, és éltek a kényelmes hosszabbítás lehetőségével. A belügyminisztérium közlése szerint nagyjából 523 ezer személyazonosító igazolvány, 163 ezer útlevél és 349 ezer vezetői engedély érvényességi ideje járt le a veszélyhelyzet alatt. A gyors, pontos és naprakész szakmai munka ellátása érdekében ügyintézői szakirányú továbbképzésen vettek részt a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói. A megye mind a 10 kormányablakából és 6 járási hivatalból jelentkező 30 ügyintéző sikeresen elvégezte a képzést. Közel 30 ügyintéző vehette át bizonyítványát Horváth Kálmán kormánymegbízottól, miután elvégezték a KAB kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzést. A megye mind a 10 kormányablakából és mind a 6 járási hivatalból részt vett valaki a tanfolyamon. A közel 2 hónapos kurzust 2016 óta szervezik meg Tolna megyében,
Így az elmúlt 5 évben már valamennyi kormányhivatali dolgozó elvégezte ezt a tanfolyamot. Miután a kezdetekhez képest most már több mint 1000 ügykörben járnak el a kollégáink, ezért nagyon fontos az, hogy aktuális legyen a tudásuk. Nyilván kezelni kell tudni a számítógépet is, tehát egy elég széles körű tudást ad ez a képzés. Gonda Ádám, a Tolna megyei kormányhivatal Dombóvári járási hivatal kormányablakának osztályvezetője azt mondja, nagyon fontosnak tartja, hogy minden kollégája és velük együtt ő is naprakész tudással rendelkezzenek a legtöbb szakirányt illetően. Ez az egyik legfontosabb dolog a kormányablak osztály feladat ellátása során, hiszen akár nyugdíjkérdésben, akár más olyan jellegű kérdéskörben felkeresnek bennünket az ügyfelek, muszáj, hogy pontos információt adjunk nekik, a kérelem kitöltése korán kellő tudással rendelkezzünk, ahhoz, hogy megkönnyítsük azon kollégáknak a munkáját is, akik majd később a döntést meghozzák, akár itt Szekszárdon a kormányhivatalon. Horváth Kálmán beszédében elmondta, az ügyintézők a kormányhivatal arcai, akikkel az állampolgárok elsőként találkoznak, rajtuk keresztül ítélik meg a kormányhivatal munkáját. Ennek sikerességét pedig az elenyésző számú panaszok igazolják. Nem minden gyógyszerész vezethet patikát 2025-től. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint 3 év múlva csak annak lesz hozzá jogosultsága, aki rendelkezik megfelelő szakvizsgával. A gyógyszerészkamara szerint az intézkedés miatt nem kell attól tartani, hogy tömegesen bezárnak majd a patikák. Közben megszűnt az internetes gyógyszerrendelés. Január 1-től a nem fényköteles gyógyszereket csak a gyógyszerészek vagy a szakasszisztensek szállíthatják házhoz. 2780 grammal, 70 cm-rel január 3-án megszületett Kródi Flóra, az új év első babája a Paksi járásban. Dunaszentgyörgyi szülei már nagyon várták. Hová bújtál? Nem csak Flórát, az újszülött kisbabát, hanem 2,5 éves testvérét is ringatni kellett, miközben az 5 éves Szófia is a vállán nyugtatta meg játékbabáját. A Dunaszentgyörgyön élő Kródi család izgatottan várta az új családtag megérkezését, aki január 3-án 6 óra 50 perckor a Paksi járásban elsőként jött világra. Nagyon meglepődtem, mikor a védőnőm felhívott, hogy Flóra lett 2022 első kisbabája itt a Paksi járásnál. Nem gondoltam, hogy 3-án mi leszünk az elsők. Nagyon jó érzés volt, hogy ilyen különleges lett a kislányom. Az édesanya vízben bajúdott, és abban is hozta világra 3. gyermekét január 3-án. A kisbaba 50 cm-rel, 2780 grammal született. Az édesanyának és újszülött kisbabájának 3 napot kellett a Mohácsi kórházban tölteniük, mielőtt hazaengedték volna őket. Flóra egy nap híján 37 hetes volt, úgyhogy elvileg érettkora szülöttnek számít, de nem igényel további teendőket. Kródi Gyöngyösi Alexandra azt mondja, hétköznapjaik nyugodtan telnek. Flóra kiegyensúlyozott, anyatejjel táplált kisbaba, csak evésre kell föl. Alexandra édesanyja eljött hozzájuk Kecskemétről, hogy segítse őket a kezdetekben. Regionális híreink következnek. A fejlesztés útján Komló. Több mint 300 millióból újult meg egy útszakasz. 90 millió forintból 500 méter megújult a Pécs-Udvardi bekötő út. Kevés csapadék hullott az elmúlt negyed évben a Balatonnál, a jég megjelenéséhez pedig meleg van. Megújult út köti össze a komlói belvárost és a közigazgatásilag a Baranyai városhoz tartozó Kisbattyánt. Ez a beruházás is a Komlónak juttatott rendkívüli kormányzati támogatásból valósult meg, több mint 300 millió forintért. A 4 kilométeres szakasz nem csak az ott lakóknak hoz nagyobb kényelmet, hanem segíti az út mentén létesült gyárakat, üzemeket is, így a terület gazdasági fejlődésének is fontos feltétele a közút megújítása. Ez az új út Komló Kisbattyánon. Ez a fejlesztés is abból a rendkívüli kormányzati támogatásból valósult meg, amit a város kapott, mondta a Szerdai Áta Dóna terület parlamenti képviselője.
Ezt a 3,5 milliárd forintot egyedi kormány döntéssel azért kértük Komló számára, mert több évtizede váró fejlesztéseket kell megvalósítanunk, és ezek közül a legkisebb költségvetésű egység, a Kisbattyáni út 325 millió forintból nagyon szép munkával elkészült. Fontos azért, mert az itt helyben lakók emlékeznek még rá, hogy valamikor 1981 környékén, tehát 40 évvel ezelőtt történt utoljára egy komoly útfelújítás. Most az itt lakók, illetve a komlói belváros és a baranyai településhez tartozó Kisbattyán közötti szakaszon működő cégek, szolgáltatók kaptak egy megújult aszfaltcsíkot. Ahol út épül, ott fejlődni is lehet a településeknek, mondta az átadón a helyettes államtitkár. 2010 óta ebbe a kormányzati ciklusban nagyon sok olyan dolog megvalósításra került, ami A pontból B pontba, illetve C pontba, D pontba eljuttatta az országot, eljuttatta az embereket, eljuttatta a vállalkozásokat. Én azt gondolom, hogy itt a Covid időszakában is, vagy arra is tekintettel olyan gazdasági fejlesztést tudott produkálni az ország, ami lehetővé tette, hogy olyan prosperitással működött a gazdaság, olyan pénzek teremtődtek meg, amivel tudta a kormány támogatni az ilyen típusú nagy beruházásokat is. Ezek a beruházások pedig viszik előre az országot, jelentenek jobb életkörülményeket, illetve gazdasági hasznot is hoznak az országnak a betelepülő gyárak, vállalkozások révén, hangzott el az átadón. 90 millió forintos kormányzati támogatásból újult meg a Pécs-udvardi bekötőút. A településen már 20 éve problémát jelent a kátyús szakasz, most azonban 500 méteren korszerűsítették az utat. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy emellett a helyi polgárőrség is gazdagodott egy újabb gépjárművel, később pedig óvodát szeretne építeni az önkormányzat. Már birtokba is vették a pécsudvardiak azt az utat, amit eddig inkább kikerültek a rossz állapota miatt. Egy 20 éves probléma oldódott meg most azzal, hogy felújították a településre vezető bekötőutat, ahol többek között iskola és óvodabusz is jár. Az átadó ünnepségen Kővári János úgy fogalmazott, már a falut megközelítve is látszik, hogy rendben tartják nem csak a közösségi tereket, hanem a magánterületeket is. A megyei fejlesztési biztos kiemelte, hogy ehhez a rendezett képhez most már az út is illik. Mondhatnánk, hogy amilyen a bevezető út, olyan a falu is, mert most már ténylegesen egy megújult úton közlekedhetnek be a faluba a kormányzat támogatásával, de valóban ki is érdemelt ezt a falu közössége, hiszen azt látjuk, hogy minden port előtt rend van, játszótér van, most már óvodát szeretnének építeni, mert annyi fiatal van, láthatóan szeretnek itt élni az emberek, és ehhez minden segítséget igyekszünk megadni. Az eseményen részt vett Őri László is. A Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy két fontos feltétel kell ahhoz, hogy megvalósulhassanak ilyen beruházások. Először is kellenek határozott elképzelések és tervek, másodszor pedig kell egy támogató közeg, ami jelen esetben a magyar kormány. A segítséggel több fejlesztést is elvégeztek a településen. Megújult a játszótér, amelyet azóta gyerekzsivaj tölt be, hiszen egy megfiatalodó településről beszélünk, de a polgárőrök is kaptak egy új gépjárművet, hogy a közbiztonság is továbbra is jó legyen Pécsudvardon, és a legnagyobb fejlesztés pedig valóban az, hogy a kormányzati támogatásból a pécsudvardiak két évtizedes álmát tudtuk segíteni, megvalósítani, mint egy fél kilométer hosszan, 90 millió forintból megvalósult a pécsudvardi bekötőútnak a fejlesztése. A polgárőrök új autóját is szemügyre vette a megye vezetése. A jármű még alig egy éves, de már több mint 10 000 kilométert tett meg a térségben. A rendőrségi statisztikák pedig azt mutatják, hogy megszűnt a bűnözés Pécsudvardon. A településen egyébként mintegy 150 polgárőr tevékenykedik. A pécsi tájfutók kihívásából vált a régió szezonnyitó versenyévé a Pécs-Harkány országúti futóverseny. Mára már egyéniben és háromfős váltóban is teljesíthetik a távot a jelentkezők. Az idei 38. verseny időpontját a szervezők március 13-ára tűzték ki, és már megnyitották az online nevezést. A rendezvény turisztikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, lehetőséget ad Pécs és Harkány, valamint a környék nevezetességeinek megismerésére. Fél maratonnál több, maratonnál kevesebb. Hazánk legrégebbi országúti futóversenye, amit Pécs és Harkány között rendeznek meg, kiváló felkészülési lehetőséget nyújt az év fontos versenyeire. A tavaly évben azonban a pandémia miatt rendhagyó módon nem szezonnyitó, hanem szezonzáró volt a nemzetközi szinten is ismert és elismert megmérettetés. Visszatérünk a márciusi időhöz, mert a hagyományoknak is akarunk kedvezni. 38. alkalommal lesz,
és egyetlen évben sem hagytunk ki. Ez az ország legidősebb országúti futóversenye. Egy évvel előzzük meg a Spármaratont, ami nemzetközi hírű, világhírű verseny, de a Pécs-Harkány futóversenyt is meg lehet találni a nemzetközi honlapokon. A rendezvény turisztikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Lehetőséget ad Pécs és Harkány, valamint a környék nevezetességeinek megismerésére. Az idei versenyt március 13-ára tették a szervezők, tehát még 2 hónapjuk van a felkészülésre a futóknak, akik egyéniben és váltóban is teljesíthetik a 26 kilométeres távot. Az online nevezést már elkezdtük, megindítottuk. A személyes nevezés az jövő hét hétfőtől lesz, hétfő, szerda, péntek, 2 héten keresztül, aztán februárban csak a szervezéssel foglalkozunk, és március első 2 hetében újból lehet majd személyesen nevezni. Tavaly a leggyorsabb futó, Lomb Ádám 1 óra 22 perc 59 másodperc alatt ért célba. Kevés csapadék hullott az elmúlt 4 évben a Balatonnál és annak környékén, ez meglátszik a tó vízszintjén is, a talaj szárazságán is. A Siófoki Obszervatórium vezetője szerint egyelőre úgy tűnik, hogy a tél második felében is alapvetően az enyhe, száraz, szeles idő lesz jellemző. A Balaton vízszintje jelenleg 99 cm, az üzemi vízszint maximum a téli hónapokban ezzel szemben 110 cm. Ebből az adatból is jól látszik, mondja Horváth Ákos, hogy a térség csapadékhiányban szenved. Az elmúlt 3 hónapban a Balaton vízgyűjtőjére 30-50 mm-es csapadékhiány van, tehát annyival kevesebb hullott az elmúlt 3 hónapban, mint a sok éves átlag. Ez a csapadékhiány azért az országnak a jelentős részén megvan. A déli területeken, illetve délkeleti területeken mutatkozik többlet. A sekély vízállásnak azonban nem csak a nagyon meleg nyár és a meleg ősz az oka, hanem a másfél éve tartó csapadékszegény állapot. 2020 őszén elég sok csapadék volt, ennek következtében aztán a talaj terítődött, illetve a Balatonban is elég sok befolyás volt. Ez az őszi csapadékos periódus 21-ben nem ismétlődött meg, ezért most úgy jöttünk neki, úgy indultunk neki a télnek, hogy viszonylag kevés a csapadék hullott, ami meglátszik a Balaton vízszintjén is. A középtávú előrejelzések alapján a meteorológus a folytatásban sem tud sok bíztatót mondani. Nagyobb az esélye annak, hogy a tél második fele is inkább szárazabb, mint csapadékosabb lesz. Most jelenleg a hőmérséklet nagyon az átlag körül alakul, azonban még mindig nem tudott befagyni a Balaton, tehát csak az elmúlt napokban ment le a hőmérséklet tartósan 0 fok köré. Ez nem elég ahhoz, hogy a Balatonon megjelenjen a jég. A szakember szerint a kialakult helyzetre egy mediterrán ciklon jelenthetné a megoldást, amely északabbra tolva a jelenleg felettünk uralkodó anticiklont újra csapadékosabb időt hozhatna a térségbe. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Saját kutyájukat kínozták meg, hetekig étlenszomjan hagyták az Akitát. Fogyasztói tudatosság a mindennapokban, diákokat oktatnak a felelős fogyasztói magatartásra. Naprakész ügyintézők, 30 kormányhivatali dolgozó végezte el a továbbképzést. Első baba a Paksi járásban, Kródi Flóra január 3-án született. Pénteken erős északnyugati szélben derült időre készülhetünk, jelentős enyhüléssel, csapadék nélkül. Éjszaka is marad a szeles idő, változó felhőzettel. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!